Kisiklott a Kolozsvár-Budapest IC, várhatóan kedden indulhat újra a forgalom a keleti pályaudvarnál. A nyárzáron nyitott az új évad, a Békés megyei szimfonikus zenekar adott koncertet a főtéren. Szabó Károly emlékére nemzetközi tornát rendezett a Békés Csabai Előre NKS-e. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Vasárnap este kisiklott a Kolozsvár felől Budapestre tartó Békés Csabát is érintő Claudiopolis Intercity a keleti pályaudvar közelében. A balesetben összesen 5 személykocsi csúszott ki. Személyisérülés nem történt, de a munkálatok komoly fennakadásokat okoztak a Békés Csabára tartó közlekedésben. Hétfőn délután a MÁV vezérigazgatója, Paffiri Zoltán elmondta, hogy várhatóan kedden délelőtt újraindul a vonatforgalom, de a pontos időpontról csak később adnak tájékoztatást. Augusztus utolsó napjaiban is kitart a hőség hazánkban, bár a következő napokban valószínűleg már nem kúszik 40 fokig a hőmérők higanyszála, de a tartósan 30 fok feletti nappali hőmérséklet megviseli a szervezetet, ami miatt nem csak a strandokon, hanem a kórházakban is többen vannak a megszokottnál. Az előrejelzés szerint Békésben lehet a legmelegebb ezen a héten. Gyulán, az Almási kastélyban geotermikus rendszer küzd a hőség ellen, így védve az ott kiállított műemlékeket. A kastély időszaki kiállító terében pedig, ahol a munkácsi kiállításunkat lehet megtekinteni ezekben a hónapokban, a műtárgyvédelem miatt 20 fok körüli hőmérsékletet kell biztosítanunk, és ehhez a meglehetősen hűvös hőmérséklethez még egy folyamatos alacsonyan tartott páratartalom is kapcsolódik. Pár éve a gyulai várfürdő egy augusztusi napon érte el az eddigi rekord látogatószámot, amely 6000 feletti fürdőzőt jelent. A várfürdő szolgáltatási igazgatója szerint a mostani hőség is komoly számokat produkálhat augusztus végén. Szokták mondani, hogy augusztus 20-ával zárul a nyár, ezt nem tudjuk alátámasztani, mert jelen pillanatban is az elmúlt napok is nagyon jó létszámmal mentek, és erre számítunk erősen a jövőben is, a közeljövőben, ez a maradék pár napra még az augusztus végéig, hiszen az időjárás is azt mutatja, hogy egy nagyon szép időnk lesz. A Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán takkórházának sürgősségi osztályán is nő a beteglétszám, amikor beköszönt a kánikula. Vannak típusos rosszul létek, észlelünk például nagyon gyakran sóhiányt a betegeknél, ugye az excesszív kifejezett izzadás miatt ugye megnő a sóvesztés, hogyha az ember csapvizet fogyaszt, akkor ugye ez sóhiányhoz vezet. Ez egy gyakori probléma például. Nagyon gyakran észlelünk alkoholfogyasztás okozta problémákat, rosszul léteket a betegeknél, nagyon sokan azt hiszik, hogy ilyenkor a bőfolyadékbevitel az alkoholos italok bevitelével is megfelelő, és ez bizony egy nagyon komoly tévedés. A kiszáradással, a túlterheléssel, valamint az eszméletvesztéssel is kimondottan gyakran találkoznak ebben az időszakban, tette hozzá a szakember. Hermann Dóra, meteorológus elmondta, hogy várhatóan augusztus utolsó hetében Békésvár megyében lesz a legmelegebb, ami bőven 30 fok fölötti hőmérsékletet jelent. Amit kiemelhetünk most, az a kánikula, ez egészen augusztus végéig kitart. Mai napon érkezik egy hideg front, de ez igazából sok vizet nem zavar, inkább északnyugaton hoz 1-2 fokos lehűlést, illetve egy-egy záport, esetleg zivatart. Holnap több helyen kialakulhat frissítő zápor, zivatar, de a kánikula a következő napokban is megmarad, Békés megyében lesz tulajdonképpen a legmelegebb. Ahogy eddig igazából nagy átlagban megszokhattuk, főleg az ország dél-dél-keleti részei az Alföld, ami általában a legmelegebb. A meteorológus szerint nem kizárt, hogy újabb melegrekord dől meg a következő napokban. A Néhai Irányi Dezső író és tanára emlékeztek a Békés megyei könyvtárban. A Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium jogelődjében dolgozó egykori pedagógus munkásságáról nemrég egy könyvet is kiadtak. 110 évvel ezelőtt született Irányi Dezső író, pedagógus.
Életpályája alatt mintegy 30 ezer diákot tanított, emblematikus alakja ma is sokak emlékezetében él még a megyeszékhelyen. Halála után is 20 évvel is még mindig emlékeznek rá, nem beszélve arról, hogy hát milyen régen tanította őket. Hát apámnak nagyon nehéz, de szép élete volt, mert oktathatott, taníthatott, élete értelme volt ez. Mindig a diákokkal foglalkozott. Egykori iskolájának jelenlegi vezetője Palánc György kiemelte, sok évtizedes pályafutása után Irányi Dezső példaképpé vált az intézményben. Dodó bácsi, ahogy akkoriban hívták, 1974-től nyugdíjas volt, tehát én nem ismertem, hiszen 50 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, de az iskolában tanító kollégák közül nagyon sokan igen, és hát nem kollégaként, hanem tanulóként voltak Dodó bácsi szárnyai alatt, és én nagyon sokat hallottam róla. Ő egy emblematikus tanára volt az intézménynek, egy olyan pedagógus példakép, akire büszke az intézmény. Az ünnepi megemlékezésen Herceg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a város közösségének kötelessége emlékezni múltjának jelentős alakjaira. Meggyőződésem, hogy egy nemzetnek akkor van jövője, hogyha emlékezik a múltja hőseire, és ugyanezt gondolom egy településre is, egy ilyen kisebb, nagyobb közösségre, egy városra, hogy akkor van igazán jövője, hogyha emlékezik a múlt napszámosaira és hőseire, emlékezik az út és házépítőjeire, ugyanúgy, mint a közösség építőire, a tanárai, orvosaira. A megemlékezés alkalmából a néhai tanító emlékiratait is az olvasóközönség elé tárták a szervezők, valamint kiállítást is szerveztek a néhai pedagógus hagyatékából. Szombat délután gyerekeknek szóló évadnyitó programkavalkáddal várta az érdeklődőket a Békés Csabai Napsugár Bábszínház. Az intézmény előtti téren báb előadás, játszóház és arcfestés szórakoztatta az érdeklődőket. A Csacsifogat című bábszínházi darabbal invitálta a régi és új látogatóit a Békés Csabai Napsugár Bábszínház a 2024-25-ös újonnan induló évadra. Csortán Zsóka, bábszínházi rendező kiemelte, igyekeznek minden korosztályt megszólítani. Különböző korosztályokat szólítunk meg, és csecsemő színházas előadástól kezdve egészen a felnőttekig szóló előadásaink lesznek, ugyanúgy, mint tavaly. Minden hónapban lesz a Kultúrszösz című programsorozatunk, ami kifejezetten felnőtteknek szóló, ez a legújabb történet a bábszínházunkban. Az intézmény munkatársai középiskolásoknak szóló előadásokat is terveznek. A 2024 őszétől induló új évadról és az abban előadni tervezett darabokról Lenkefi Zoltán igazgató beszélt. Én nagyon szeretem például a Könycsepp Királyfit, amit most egy felújításként, de egy teljesen új formában fogunk előadni. Nagyon szeretem a Kakaska Krajcárkái című előadást, amit a Sosem Őke rendezett, szintén egy felújítás, de megint egy teljesen más köntösben fog látszani. Nagyon szeretem például azt a gondolatmenetet, ami a középiskolás előadáshoz tartozik, ez a Sisyphosz története. A Napsugár Báb Színház 2024-2025-ös évadának első előadása a Könycsepp Királyfi című darab lesz. A Békés megyei szimfonikus zenekar hangversenyével zárult a Csabai Nyár programsorozat vasárnap este a Szent István téren. A hangverseny egyben a zenekar jubileumi 65. évadának első koncertje is volt. Galambos Hajnalka opera énekes kérdésünkre az esti koncert anyagai közül először nem tudott kiemelni egyetlen művet sem, majd kis gondolkodás után több darabot is felsorolt. Igazából ez egy nagyon jól összeállított műsor, tehát úgy konkrétan nem is tudnék nagy-nagy kedvencet, de azt hiszem, hogy az Operaház fantomjából a nagy duett, ami nekem nagyon-nagyon, és a Puccini szóló áriám, a Mimi áriája. Akár a Varázsfúvolából a Papagéno-Papagéna duettje is. Nagyon cuki kis mű. Erdész Ferenc énekművész Mozart két felvonásos operáját, a Don Giovannit emelte ki szakmai kihívásként. A
Az operaénekes kiemelte, számára felemelő érzés volt együtt dolgozni a Békés megyei szimfonikus zenekarral. Igazából a kedvencem az, hogy itt a Békés megyei szimfonikus zenekarral énekelhetek először, Áronnal. Áron vezénylete alatt, Hajnival már énekeltünk többször, és remélem, hogy ez egy hosszabb távú munka lesz, tehát hogy lesznek még közös munkáink, mert nagyon élveztem itt a próba folyamatokat, és most itt állunk a koncert előtt, és nagyon remélem, hogy ez egy nagyon szép és jó hangulatú koncert lesz. Rázga Áron karmester elmondta, hogy a komoly zene világából is kilépnek az est folyamán. Sok stílust bemutatunk. A legkomolyabb az Prokofjev Rómeus Júliájának balettjának 3 tétele lesz. Ezen kívül Mozart áriák, duettek lesznek, és elmegyünk egy kicsit a könnyedebb műfajba. Könnyű zenét is fogunk játszani. Nem annyira könnyű, tehát ilyen szimfonikus könnyű zenéket. Hozzátette, hogy a Szent István téren megrendezett hangverseny egyben a zenekar jubileumi 65. évadának első koncertje volt. Új edzővel kezdi a felkészülést a Vármegyei másodosztály déli csoportjában szereplő Mezőmegyerese együttese. A Lőrinci Attila vezette gárda a kupában már megmutatta erejét, a bajnokságban azonban nem kezdett jól. A Békés Csabai Egyesület idén is tartani szeretné az évek alatt kivívott szintet, de a szezon végén akár egy osztállyal feljebb is lépne. Oké, mert jó próbáld egyikről. Sillei Ádám csapatkapitány kiemelte, hogy a csapat kiváló mentalitással várta a kupacsata első fordulóját és a bajnoki rajtot. Az első siker után a bajnoki nyitányon már nem muzsikált olyan jól az együttes, ám a keret továbbra is sikerre éhes. Kohézióban továbbra is megleszünk, a csapategység nagyon jó, most volt egy szokásos megyeri rossz kezdés, de ez már nálunk teljesen szokás, hogy az első pár meccs az nehezen indul, szerencsére az első kupamérkőzésünket azt sikerre tudtuk venni. Lőrinci Attila vezetőedző elmondta, hogy a mezőmegyeri gárda idén is komoly tervekkel rajtolt el a bajnokságban. Hozzátette, a gárda kerete is lehetővé teszi, hogy beváltsák a reményeket, az együttes java ugyanis rutinos labdarúgókból áll. Hát egy igen eléggé összeszokott társaságról van szó, jó rutinos labdarúgókról, akik régen hoztak magukkal tudást és technikai is kivételten jó labdarúgók. Igaz, hogy a koruk már nem fiatalok, de azért rutinból nagyon sokat megoldanak. Ehhez mindenféleképpen szeretnénk fiatalítani. Már most érkezett hozzánk 3 fiatal játékos, és szeretnénk a télen, illetve a jövőben is fiatalítani. Frissnyic Pál egyesületi elnök kiemelte, hogy hosszú távra terveznek, ennek fókuszában a felnőtt csapat fiatalítása áll. Na, hosszú távú terveket tervezünk, utánpótlás, nevelés, azon belül most van egy U19-es edzőm is, a Zsombori Zsiga, ővel is szeretném, ha sikerül még fiatalokat toborozni, hogy alulról kezdeni építkezni, mert igazából ez lett volna mindennek a alapja, de mi nem alulról építkeztünk, hanem mi először felnőtt csapatot, és így szépen, ahogy belejöttünk, próbálunk építkezni lefele, hogy megerősítsük a felnőtt csapatot. A Mezőmegyerese a hétvégén kiesett a MOL Magyar Kupa második fordulójából, még annak ellenére is, hogy az együttes a 6. percben eltüntette a 2 csapat közötti osztálykülönbséget, hiszen megszerezte a vezetést. Lőrinci Attila kerete a kupacsata után a bajnoki pontvadászat következő fordulójára koncentrál, amikor az Eleki Utánpótlás Sportegyesület otthonában lép majd pályára. A Békés Csabai Előre NKS-e a klub örökös tiszteletbeli elnöke és edzője Szabó Károly emlékére rendezett 2 napos nemzetközi tornát. Augusztus 23-án és 24-én 4-4 felnőtt, ifjúsági és serdülő csapat mérte összetudását. A felnőtt viadalon 4 csapat, a Kisvárdása, a CSM Slatina, az ERK Cverna Zvezda, valamint a házigazda Tappel Békés Csabai Előre NKS lépett pályára. A tornával a klub 2 meghatározó alakjára emlékeztek. Szabó Károlyra is emlékezünk, aki a Békés Csabai kézilabdázás egyik ikonja, úttörője volt, és hát ő mindig szeretett volna egy színvonalas Békés Csabai kézilabda tornát rendezni, és hát úgy gondoltuk, hogy ráemlékezve, idén most már 4. alkalommal tartjuk ezt meg,
Másrészt ugye a tavaly évben elhunyt Hanó Miklós is, aki az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokat tett azért, hogy a Békés Csabai kézilabda az megmaradhasson, és azért, hogy sikeres lehessen. A csabaiak a torna első napján 5 góllal kikaptak a szerb bajnok Cverna Zvezda együttesétől, míg a román Slatina 30-22 arányban alul maradt a Kisvárdával szemben, így a két vesztes a harmadik helyért küzdhetett meg egymással. A bronzmeccsen a hazaiak kezdtek jobban, Bencsik Giric Laura góljával ugyan már 6-3-ra is vezettek, de a román gárda sorozatban 4 góllal válaszolt és átvette a vezetést. A Csaba először is egyenlített, majd a hajrában újra előrébb járt, végül a csapatok 14-14-es döntetlennel mentek pihenőre. A térfélcsere után a Slatina szerezte meg az első találatot, azonban jött egy 5-1-es roham Kukály Klára vezetésével, így ismét hazai kézben volt az irányítás. A román gárda azonban nem adta fel, és ott maradt ellenfele nyomában, sőt az utolsó másodpercekben egy sikeres büntetővel döntetlenre mentette a csatát. A 7 métereseknél a csabaiak bizonyultak jobbnak, így a torna harmadik helyén végeztek. Ugye én most vagyok először NB1-be az első szezonom, nyilván még izgulok, próbálom magamból lehető legtöbbet kihozni és a csapatnak, hogy segítseni tudjam a játékot és hogy hasznos tagja legyek. Úgy érzem, hogy én is egyre jobban többet tudok segíteni a lányoknak. Az mostani meccs úgy gondolom, hogy saját magunknak tettük nehézé, mert igazából végigvezettünk és visszaengedtük őket sajnos. A teljesítményünkkel nagyjából elégedett vagyok, azt mondom, hogy lesz még jobb, de ez nem volt rossz. A csabaiak mestere úgy fogalmazott, hogy a felkészülési szakasz második harmadában már pontos képet alkothatnak a csapat felkészültségi állapotáról, és megmutatkozhatnak azok az esetleges hiányosságok is, amelyek a későbbiekben fejlesztésre szorulnak majd. A mérkőzések megmutassák azt, ami nem jó nálunk. Azt jelenti, tegnap a tegnapi mérkőzés Zvezda ellen játszottunk 20 percet nagyon jó, aztán összeroppantunk. Mámba szerencsére nem roppantunk össze, de megint van taktikai dolog, amit muszáj, hogy még kijavítsunk. Utolsó 2 percre vezetünk, 3 góllal nálunk a labda, ilyesmit nem szabad csinálni. Úgyhogy ilyen torna nagyon jó jön, hogy tanuljunk a hibákat. A fiatalabbaknál végül a Dunaújváros, az idősebbeknél a Kisvárda nyerte meg a küzdelmeket. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!